A lengyel kormány is felelős lehet a tegnapi varsói csatáért, mert engedte az orosz huligánok felvonulását a Szovjetunió összeomlására emlékező ünnepen. Jacek Kihocki belügyminiszter szerint azonban elegendő rendőr biztosította a mérkőzést és a szurkolók vonulását. Az órákig tartó összecsapásokban legalább 24 vendégdrukker megsérült, és 184 embert vettek őrizetbe a verekedések miatt, köztük egy magyar állampolgárt is. A botrányba keveredett orosz szurkolókat 5 évre kitilthatják az Európai Unióból. A lengyel-orosz találkozóról előre lehetett tudni, hogy az Európa-bajnokság egyik legfeszültebb mérkőzése lesz. Különösen, hogy a találkozó az orosz nemzeti ünnepre, a Szovjetunió felbomlására emlékező függetlenségi napra esett. Több ezer huligán gondoskodott arról, hogy ez így is legyen, bár a botrányos jelenetekhez a lengyel rendőrség tehetetlenségére is szükség volt. A mérkőzés előtt 5000 orosz szurkoló vonult végig Varsó belvárosán. Egy részük szovjet zászlót vitt magával, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a lengyeleket az egykori megszállókra emlékeztető jelképpel provokálják. A hazai huligánoknak sem kellett sok, több száz fős lengyel csoport esett neki az oroszoknak. Percek alatt tömegverekedés alakult ki. A szemtanúk szerint mindenki ütött mindenkit válogatás nélkül. A járókelők sikoltozva menekültek a tomboló huligánok elől. A verekedők közül sokan álarcot viseltek, és köveket, petárdákat dobáltak. A rendőrség vízágyú és könnygáz bevetésével igyekezett megfékezni a tömeget. A feszültség a mérkőzés közben tovább fokozódott, amikor az orosz szektorban egy hatalmas fenyegető transzparenst feszítettek ki. A lengyel televízió válaszul a mérkőzésről szóló hírében az orosz helyett a szovjet zászlóval illusztrálta a tudósítását. Az összecsapásokban 24 vendégszurkoló megsérült. A varsói mentőszolgálat szóvivője szerint 14 orosz, egy német, egy amerikai és egy pakisztáni szurkolót szállítottak kórházba, 7 személy állampolgárságát pedig még nem közölték. Az erőszakos incidens körülményeit az UEFA is vizsgálja, amely már az első fordulóban a Wroclawi stadionnál történt verekedés miatt több orosz szurkolót kitiltott az Európa-bajnokságról.